A felvi.hu internetes oldalon már lehet válogatni a hazai felsőoktatási intézmények és az általuk nyújtott képzésekből. Ezek között szerepel a Tokaj-Hegyalja Egyetem is, amely számos lehetőséget biztosít nem csak a végzős középiskolásoknak, hanem azoknak is, akik már diploma birtokában szeretnék magukat továbbfejleszteni. Ennek megfelelően a jelentkezések is különböző sajátosságokkal rendelkeznek, speciális eseteket hozhatnak, ezért az oktatási intézmény minden segítséget igyekszik megadni a jelentkezőknek ahhoz, hogy az eljárás során megfelelően töltsenek ki mindent. Rengeteg lehetőség van az egyetemünkön is. Én azt gondolom, hogy a diákság határozottan egy épülő diák életet mutat. Ezt nem nekem kell elhinni, hozzáteszem. Tehát ugye mindig az ember, amikor olyanról beszél, aminek már nem a része, az egy kicsit másképpen hangzik. De a diákjaink ott vannak minden fórumon, ami a beiskolázással kapcsolatos. El lehet érni őket a weboldalon keresztül, be lehet jönni az épületbe, minden további nélkül. Január 18-án még lesz egy nyílt napunk, és ez a nyílt nap, ez nem csak személyes nyílt nap lesz, hanem az online térben is kinyitjuk a nyílt napot, pontosan azért, hogyha valaki mondjuk Zalaegerszegről érdeklődik a képzéseink iránt, akkor azért az egy napért nem biztos, hogy ő el akar jönni, vagy el tud jönni abban az időben, de miután az internet most már kinyitja a tereket, bármilyen kérdésére tudunk bárkinek válaszolni. Ezzel együtt személyes segítségkérésre is lehetőséget biztosít a Tokaj-Hegyalja Egyetem. A felvételi időszakában szeretném elmondani, hogy az egyetemünknek a tanulmányi központja nyitvatartást, hosszabbított nyitvatartást tart. Pontosan azért, hogy akik a netes felületen, az online felületen nehezebben boldogulnak, és a felvi rendszerrel meggyűlik a bajuk, az ő számukra tudunk segítséget nyújtani. Ez lehet telefonon, de lehet úgy is, hogy bejönnek az intézménybe, időpontot foglalnak a tanulmányi osztálynál, már csak azért, hogy ne kelljen sorba állni 30 métert, hanem egyszerűbb úgy megcsinálni, hogyha valakinek van egy időpontja, akkora érkezik, és tudnak neki segíteni a kollégák. Mi ezt látjuk évről évre, hogy bármennyire is nő a középiskolásokban a digitális készség, hogy tudjunk ezekkel a felületekkel mit kezdeni, azért sokan elvéreznek akkor, amikor ki akarják tölteni ezeket az online űrlapokat, úgyhogy mi felajánljuk ezt a segítséget. A rektor szerint azért is érdemes segítséget kérni, ha valamiben nem biztos a jelentkező, mert számos dologban eltérő lehet az adott intézmények követelményi szintje, azok ismerete pedig fontos a felvételi eljárás során.